Sziasztok, én Tokugawa vagyok, és ugye tegnap beszámoltam róla, hogy megvilágosodtam, mint a százas villanykörte. Minek után ugye néztem Johnnynak egy-két bemutató videóját, ugye ami a programok telepítését illeti, tökéletesen elmagyarázva, hogyan kell mindent Ubuntu alatt. Akkor jöttem rá, hogy gyakorlatilag hol az én helyem ebben a kis dologba, ugye? Amit Linux Magyarországnak hívunk, és a Facebookon van jelen. Most alakuló kis közösség. Értetek? Azokért, akik szeretnék kipróbálni a Linuxot, is segítségre van szükségük. És arra gondoltam, hogy kéne egy sorozat ezt illetően, aminek én azt a címet szánom, hogy Linux Windowsos szemmel. Vagyis én azt a szerepet tölteném be gyakorlatilag, hogy különböző Linux disztribúciókat kipróbálok, ténylegesen olyan szemszögből, mint aki ugye hát, és ez igaz is, átjárkál ugye a Windowsról Linuxra, és hogy gyakorlatilag kielemezni az adott disztribúciót, persze csak karcolgatva a felszínt, mert arra, hogy egy-két napig én használok egy oprendszert, vagy akár egy hétig, rohadtul nem elég, hogy minden tulajdonságáról be tudjak számolni, mert ugye ugyanúgy, ahogy a Windowsban is vannak olyan rejtett dolgok, amit csak tényleg ilyen hú de nagy guruk tudnak, és az olyan kis felszínkapirgálók, mint én nem. Úgy a Linux esetében is vannak ugye ilyenek, nem fogok lemenni kernel szintig meg stb., mert az nekem is kínai. Szóval, hogy tényleg egy olyan sorozatot indítani, amiben én gyakorlatilag fölteszek egy adott Linux disztribúció, legyen az bármi, legyen az Puppy Linux, Arch Linux. Ma néztem például Gentoo-ról videót, vagy Uhu-ról, ami teljességgel magyar disztribúció, mármint magyar fejlesztés, illetve ugye ott van, ha jól tudom, akkor a Black Panther is ilyen. És gyakorlatilag én olyan szemszögből nézném akkor ebben a sorozatban, sőt fogom nézni, mert ez most már eldöntött kérdés, hogy lesz ilyen sorozat addig, ameddig ki nem jön a Windows 10. Mert utána akkor arról szeretnék készíteni számotokra egy kis bemutatót, hogy gyakorlatilag milyen újdonságok vannak a Windows 8-hoz, illetve ugye a Windows 7-hez képest. Na de maradjunk ott, hogy gyakorlatilag ebben a sorozatban akkor ki lesznek emelve a Linuxnak a másságai a Windowshoz képest, mind előnyei, mind pedig hátrányai, vagyis hogy egy Windowshoz szokott személy, mint mondjuk az én kis szerény kis személyem, az mit tud kezdeni magával hirtelennyébe, ha leültetik? Vagyis egy alap tudással gyakorlatilag mire viszi, ha egy Linuxos gépnél találja magát gyakorlatilag, és milyen lépések vannak, mit, hogyan kell, miért kell, bla bla bla. Itt tök józan paraszt ésszel, szóval ahol lehet, azokat a dolgokat, amit én már megtanultam, illetve kis trükköket, okosságokat, amit nekem tanított Johnny, avagy Béna farkas, vagy a hatlábú farkas, akit én egy gurunak tartok ilyen szemszögből, azt úgy megpróbálom elfelejteni ezeknél a videóknál, és gyakorlatilag úgy készíteni a videót, hogy na most akkor leültünk, és nézzük ezt a Linuxot, hogy éppen mit tud. És az a Linux, amit éppen fölrakok, az majd vizsgázik idézőjelbe előttem. Persze természetesen valószínűleg fogok olyan bakikat ejteni, pont abból kifolyólag, hogy direkt onnantól kezdve fogom készíteni a videókat, hogy gyakorlatilag fölteszem és belépek először az asztalra, és fölrakok egy videófelvevőt, és hoppá, hajrá kezdjük, vagyis nem fogok úgy, mint Ubuntu esetében elkezdeni videózni azok után, hogy már fölraktam a Steamet, fölraktam a videóvágó szoftvert, a videófelvevő szoftvert, a filmnéző szoftveremet, ugye itt a VLC-re gondolok gyakorlatilag, és hogy már tök jó berendezkedtem is, hú de jó, nem, alapoktól, vagyis sajnos kamera hiány azt nem tudom fölvenni, ugye ahogy telepítem, viszont onnantól kezdve, hogy először belépek az asztalra, kis csalás, hogy fölveszem ugye, föltelepítem magát a videófelbevőt, meg mondjuk ezt a kamerkát, vagy mondjuk a csíszt, attól függ, melyik elérhető arra a disztribúciója, és akkor bum bele, nézzük, mit tudunk. És akkor így csinálni számotokra, hogy legyen úgymond olyan ez a Linuxos kis sorozat, ez a Linux Windows szemmel, mondom, ez lesz a címe, mint egy piac, hogy kimész, és akkor nézed, hogy egyik paraszbácsinál is van uborka, a másiknál is van uborka, meg krumpli, meg répa, meg vörös hagyma, de vajon melyiknek az áruja jobb? Mert a Linux kb. Ilyen, ugye?
legalábbis ahogy én megfigyeltem, hogy bemész egy piacra, ott van tök ingyen, nem kell crackelni meg semmi, és mégis tök másak. Felületileg, alapjaitól véve nagyon sok, mert azok, amiket én mutattam eddig, ugye azok inkább Ubuntu alapú rendszerek voltak, a Mint is az, a Zorin is, ami most jelen pillanatban még vagyok, bár ma törlöm és rakom vissza az Ubit például, vagy utána nézek valami új disztribúciónak és azt rakom föl, hogy hát pénteken ugye meglegyen akkor a live, és akkor már Linux alól, ne Windows alól, mert itt kaptam a fejemre, hogy miért kell azt a ocsmány asztalt nézni, amit ugye a 8.1 ad. Na szóval, hogy a lényeg az, hogy én arra gondoltam, hogy ezt a kis sorozatot megcsinálom, és akkor várom a visszajelzéseket kommentbe. Már kaptam ugye régebben a Puppy Linuxról, a BSD-ről tippet, akkor a Mögéjáról, a most meg nem mondom, hirtelen tegnap is ajánlott egy kedves feliratkozó egy disztribúciót, ami teljességgel más, mint ami eddig volt. Ő külön mondta is, hogy ne azokat mutassam be, amiről már egy csomó videó van, mint Arch Linux, Ubuntu, Mint, és ezek ugye, amikből, hogyha beütöd a YouTube-ba, akkor gyakorlatilag se percek alatt kidob neked 600 féle változatot, hanem gyakorlatilag inkább ismeretlenebb szekciókat. Hát majd meglátjuk, mire jutunk. Először is legyek túl azon, hogy föl tudjam rakni. Mert a Ubuntu-s alapú rendszereket most már egy pikpak dobálom fölfele, de más egyéb Ubuntu-hoz, amihez mondjuk parancsor kell, arról még fogalmam nincsen, úgyhogy azt nekem is tanulni kell, úgyhogy kísérjétek szerintem figyelemmel, hogy én mit fogok itt bénázni, és ti megokulhattok belőle, és kaptok egy színes szerteágazó palettát, amiben gyakorlatilag minden meg lesz található, és választhattatok, hogy mit próbáltok ki, avagy mi nem próbáltok ki pont azért, amit mondjuk a videóban láttok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a kis szösszenetet, és amennyiben van véleményed, akkor tudod, ott alul a kommentek szekcióba ezt megteheted, nyugodtan megírhatod, illetve hogyha bármi észrevételed van a csatornával kapcsolatot, tipped, témád, bármi, nyugodtan írjál. És ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, így tudod, így. Imádom, hogy mióta ez a kamerka megy, azóta kicsi ez a kamera izé. Mióta elkobozták tőlem azt a tévét ott, azóta kicsi a kamera. Nem lóg bele a kezem, hogyha így normálisan magam előtt integetek. Na mindegy, szóval tudod, lájkold, illetve ha nem tetszett, akkor meg nyomhatod a dislike-ot is, abból is tanulok, sőt, többet szerintem, mint egy lájkból. Úgy, na ez nem azt jelenti, hogy azt nyomkod. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megnézted, és további szép napot, tessék kimenni, mert még jó idő van. Pa, pa.